Sziasztok! Első interjúm a Smiko Kingával készítettem el. Most egy nagyon kedves kolléganőmmel vagyok itt. Két vendég között ugrottam be hozzá, hogy elkészítsük ezt a jó kis interjút. Mégpedig abból a célból, hogy nekünk van egy szakmai kapcsolódási pontunk, és ez nem más, mint a kozmetika, mert, bocsánat, pozícionálom akkor Csillát, és be is mutatom, Kotrocó Csilla ül itt mellettem, aki egyébként kozmetikus, és a Pendiz cukorpasztás szőrtelenítéssel nagy királya itt azért Szegeden, azt mondhatom. Nekünk a kapcsolódási pontunk egyébként a Bellico professzionális kozmetikumban van, hiszen mind a ketten ezzel a termékcsaládjal ápoljuk ugye a vendégeink bőrét, és ez a második kapcsolódási pont, ez egy érdekes azért a mi területünkön, mert azt gondolom, hogy én sminktatomálóként, Csilla pedig igazából a szőrtelenítés világában, valamint ugye te lézerrel és cukorpasztával foglalkozol, ez nagyon szervesen összekapcsolódik a mi területünkön is. Én ezt akarom a Csillától megkérdezni, hogy szerintem miben? Lehet, hogy majd egy kicsi történettel azért segítem a kérdést, hogy amikor mi elkezdtünk beszélgetni és megláttad a sminktetoválásaimat, akkor mi volt az a dolog, ami neked föltűnt az én sminktetoválási területem kapcsán? Hát igen, miután, hogy az én tevékenységi köröm az leginkább a szőrtelenítést fedi le, 15 éve kizárólag csak cukorpasztával szőrtelenítek, ehhez érkezett lassan 2 éve a lézeres, diódalézeres szőrtelenítés, és én régóta figyelem a sminktetoválók munkáit, és a munkáikról készített beszámoló posztokat, ahol azt láttam, hogy hát a hölgyeknek nagyon-nagyon szépen kivitelezett, akár a jaktetoválásról beszélünk, most itt éppen aktuálisan, de ott azért megjelennek azok a kis nem kívánatos szőrszálak, amik bele tudnak rondítani a szép képbe. Igen. És ezért mondtam a Ritának, hogy találjunk ki valami közös együttműködés, hogyan tudnánk ezt még jobban ezt így egy egészet alkotni. Igen. Hát ugye, ha belegondoltuk, ugye minden hölgy azt gondolom, hogy azzal küzd, hogy a szőrtelenítés során esetleg van egy allergiás, vagy egy allergia, esetleg egy normál, hagyományos gyantára, ugye a szemöldököknél nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy amikor sminktetoválnék egy vendéget, ugye én jellemzően először berajzolok. Ilyenkor a vendégek feltételezik azt, hogy ha ők otthon nem szedik ki, akkor nekem az sokkal hasznosabb, van, amikor igen, van, amikor nem. Viszont az a tapasztalatom, Csilla, hogy nagyon sokan nagyon rosszul reagálnak a szemöldök szedésre. És ugye vannak, akik gyantáznak, ez cukorpasztával azt gondolom, hogy egy sokkal gyengédebb dolog tudna lenni, akár egy ilyen szőrtelenítés, és akár ugye egy olyan tetoválás előtt, ahol én már személy szerint nem merek gyantázni, hiszen sérülhet a hám szemöldök szedésnél, és ugye benne van a rizikó, de azzal egy picit óvatosabb vagyok. Tehát nekünk valahol ugye itt van a kapcsolódási pontunk, hogy hogyan tudjuk gyengéden megoldani ezt a dolgot bőrbarát módon. Beszélsz egy pár szót erről, hogy akár lézeres szőrtelenítés, akár cukornyant, nem tudom, hogy melyik területben hogyan tud segíteni. Hát ugye, hogy azt kell tudni, hogy a cukorpasztás szőrtelenítés egy nagyon-nagyon hosszú évszázadokra, évezredekre visszanyúló technika, még Kleopátra idejéből származik az alaprecept, ami gyakorlatilag, hogy ripacukor, víz és citromsav elegyéből készült. Az a cukorpaszta, amivel én dolgozok, ez egy magyar szabadalom, itt kizárólag glükóz és víz elegyéből készítik a pasztát. Ez egy teljesen egyedülálló a piacon. A cukorpasztának van egy olyan előnye, hogy csak kizárólag a szőrszálat fogja meg, nem tapad hozzá az élő sejthez, a bőrt nem lesz semmiféle felszíni hámsérülés ezáltal. Ettől szoktak félni a vendégek, hogy arcon egy rosszul sikerült bajuszgyantázás után kialakulhat egy hegesedés, egy fény hatására egy pigmentálódás,
ami gyakorlatilag a cukorpasztánál nem fordul elő, sőt, még miután a cukorpaszta teljes mértékben a szőrzetet a saját növési irányába távolítja el, így gyakorlatilag, hogy akinek van egy hajlama arra, hogy gyulladásra hajlamos bőr, benőnek a szőrszálak, azokat nagyon hatékonyan tudjuk kezelni. Uh-huh. És azért arcon ez egy kiemelt figyelem. Mennyivel előtte kell mondjuk, hogyha én sminktatóvállásra javaslom, mondjuk eljön hozzám valaki konzultációra, ugye jellemzően én már nekem ilyenkor feltűnik az, hogy a vendég arszőrzettel rendelkezik, esetleg egy picit intenzívebb a bajuszportáján a szőrzete, hogy ilyen esetben, hogyha egy pár napos sminktatóvállás előtt, vagy akár a sminktatóvállás napján érkezik hozzám, akkor ugyanúgy tetoválhatom, vagy egy pár nappal előtte javaslod ezt a beavatkozást például? Én azért javasolnék mondjuk egy 2-3 nappal előtte. Ugyanúgy. Ne közvetlen, igen, ne közvetlen előtte. 2-3 nappal a tetoválás előtt, hogyha eltávolítjuk a szőrzetet, akkor gyakorlatilag mire megy tetováltatni, addigra semmiféle probléma nem lehet. Akkor ez például egy nagyon jó kapcsolási pontunk, hiszen a felkészítő levelemben akkor már is el tudom hozzáadni az adott vendéget, és akkor ki tudja próbálni ezt a féle szolgáltatást. De említettem azt, hogy azért te nem csak a cukorpasztás technológiával dolgozol, hanem hogyha ha jól látom, itt mögött van egy nagyon helyes kicsike gépecske, ami nagyon sok mindenre képes, beszélsz nekem egy kicsit erről, vagy mesélsz nekem a nézőknek, hogy igazából ez a szőrtelenítési megoldás esetleg hozzád közel áll-e, vagy inkább a cukorpaszta az, ami közelebb áll, egy pár szóban említesz erről valamit? Hát ez egy diodalézeres gép, ez egy Elision Pro gép, ami gyakorlatilag szinte egy végleges megoldást tud nyújtani. Azért mondjuk azt, hogy szinte végleges, mert több ciklusban nő a szőrzetünk, ezért vannak alvó fázisban lévő szőrök, amik nem feltétlen biztos, hogy a kezelés sorozat alatt fognak felbukkanni a bőrfelszínre, és ezért nem fogjuk tudni őket megkezelni. De egy átlag 8-10 alkalmas kezelési sorozatban már egy gyakorlatilag olyan komfortérzetet tudunk adni a vendégnek, hogy nagyon-nagyon minimális időt kell fordítson a szőrtelenítésre, sőt van, akinél teljes mértékben meg tudjuk oldani hosszú évekre ezt a szőrnövekedési problémát. Én ezt szeretem benne, Csilla, hogy nem azt mondod, hogy teljesen véglegesen és fú, itt akkor itt szőrszárnyista is nem lesz, hanem hogy nyilván benne van az a 10-20% akkor, hogyha jól értem, ami esetleg ott maradhat, hiszen maga a szőrnövekedés és maga ez a fázisos növekedés nem teszi lehetővé, hogy egy olyan felszínt kapjunk, mondjuk mint egy borotvált felszín, ami soha nem egy tartós megoldás. Én ezt szeretem benned, hogy alapos vagy, precíz és őszinte, és szerintem ezt nagyon fontos elmondanunk, hogy vannak technológiai sajátosságok, amit nagyon sokszor, nagyon sokan úgy emelnek ki, hogy mi vagyunk a varázslók, de mi sem vagyunk varázslók, csupán szakmailag szerintem el tudjuk mondani azt, hogy mire vagyunk képesek, és mi az, amit meg tudunk tenni. Viszont én azt gondolom, hogy ha van egy ilyen lézeres megoldásod, és ezt kiegészítetted ezzel a cukorpasztával, ez viszont esetleg egy nagyon jó kombinálható megoldás is, nem? Igen, teljes mértékben ők nagyon kiegészítik egymást. Ráadásul, hogy itt a véglegességnek azért ad egy... Hogy itt előfordulhatnak olyan hormonális változások a hölgyek életébe, gondolok egy terhességre, ahol itt azért a szőrnövekedésben változás állhat fent, és hogyha egy terhesség előtt valaki végigcsinál egy lézeres kezelési sorozatot, akkor esetlegesen a terhességi hormonváltozások hatására beindulhat valamennyi szőrnövekedés. Uh-huh. Ezért is nem szeretem azt mondani, hogy végleges, mert azért a testünk nagyon sok mindenre olyanra képes, amire mi nem is számítunk.
Egyébként ez is egy kapcsolódási pont nálam a sminktetoválásnál, mert én is azt szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy mikor tetováltatunk, hogy télen, nyáron, ősszel, tavasszal, nyilván a bőrünk színének változásával és a hormonális változás is befolyásolhatja, ugyanígy a pigmentek színét és minden egyebet, tehát ez is egy nagyon hasonló terület nekem is, és én is nagyon sokat küzdök ezzel, hogy a vendégek ezt megértsék, mert máshol nem feltétlenül van ez kommunikálva. És ez egy nehéz dolog, hogy mindig azt nyújtsuk a vendégeknek, amit a marketingben hallanak, szerintem nagyon fontos az, hogy elmondjuk azt a 10-20%-i játékot ebben a technológiában, ami azért nem feltétlenül rajtunk és a gépezeten múlik. Itt mondjuk ez egy olyan gép, ami szinte teljes spektrumba le tudja fedni az összes fototípust, egész sötét bőröket is tudunk kezelni, ezáltal nyáron is tudunk szőrteleníteni, nyilván megadott feltételek mellett, de nem kell kétségbe esni, hogyha valaki mondjuk most szeretné elkezdeni a szőrteleníteni, mert tudjuk végigcsinálni a nyári időszakban is. Uh-huh. Ez nagyon jó dolog, mert azt mondanám, hogy nem mindig csak télen van a vendégeknek ideje, hanem leginkább ugye nyáron is tudnak szabadságot kivenni, és amikor rendszeresen mondjuk kell járni egy ilyen kezelésre, nem tudom, hogy mennyi időközönként, hogy hogy van esetleg nálad egy bérlet, vagy gondolom, hogy ez ilyen bérletes rendszer, tehát hogy biztos, hogy sok összetevője van, meg gondolom, hogy elhívod őket először egy konzultációra, fölméred az adott területet, tehát biztos, hogy ennek is van egy előzménye, mielőtt bárki belevág ebbe, tehát maximálisan, professzionálisan fölméred, hogy miért is szó. Igen, gyakorlatilag a lézeres szőrteleníteni esetén van egy díjmentes konzultáció, és ez a konzultációval egybekötve ki is lehet próbálni egy egységnyi területen, hogy mit tud a gép, milyen érzés, mindenféle kérdést itt abban az időben fel tud tenni a vendég, ami érdekli, és utána ugye ezen az adott kis területen, ahogy majd látja, hogy hogyan viselkedik a szőrzet, akkor már van egy pozitív visszajelzése. Én azt gondolom, hogy ezek a konzultációk azért jók, mert azok a fajta félelmek, vagy esetleg berögződések, ami egy ilyen eltávolítás kapcsán az ember innen-onnan hal, nem biztos, hogy megfelelően jó információk, és te el tudod oszlatni azokat a kérdéseket, vagy azokat a dolgokat, el tudjátok beszélni, hogy időben mikor kell esetleg érkeznie, milyen időszakát éri a vendég, nyilván akár egy terhesség, szoktatás, bármilyen más időszakot érinthet ez. Hiszen nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sok korosztályból érkezhetnek hozzád hölgyek. És egy fontos kérdés, Csilla, hogy ha már itt beszéltünk cukorpasztáról, meg lézeres eltávolításról, neked mi a kedvenced a kettő közül vagy? Vagy mi az, ami a te lelkedhez közelebb áll? Hát ugye nekem a cukorpaszta az egy nagy szerelem, ezért is vágtam bele abba, hogy én ezt oktassam is. Gyakorlatilag, hogy tavaly évvége óta kozmetikusoknak is átadom a tudásomat. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a fajta technikát, nagyon szeretek vele dolgozni, és már ugye ez egy sokkal látványosabb és sokkal hatékonyabb technika, mint a hagyományos gyanta. Nyilván, hogy ennek a cukorpasztának már van egy intenzívebben szőrteleníthető hatása, mint a gyanta, és erre ezt fejeltük meg a lézerrel, hogy aki még gyorsabban és még látványosabban szeretne szőrtelenné válni, őnek itt van lehetőségük ugye a lézeres szőrteleníthetést választani. Én azt gondolom, hogy minden olyan dolgot megtudtunk ma, hogy mi az, amivel foglalkozom, azt is szívesen oktatsz, és szívesen átadod ezt a tudást. Szerintem nagyon fontos az, hogy ne csak csináljuk, hanem át is adjuk a jövő nemzetékének. És azért gondolom, hogy ez a mai tökéletes és perfekcionista világban szükséges, mert nagyon kritikusok vannak magukkal szemben, és hogyha tudunk egy ilyen kézzelfogható, viszonylag gyors, vagy akár egy hosszabb távú megoldást adni, akkor mindenképpen érdemes a csinálni keresetek, akár kozmetikusként, akár végfelhasználóként, vendégként.
Köszönöm, Csilla, a beszélgetést. Én is köszönöm, és várok mindenkit sok szeretettel. Hogy fogadtál, azt még eláruljuk, hogy hol találnak meg téged? Igen, én a Mirabel Székség Szalonban dolgozok, Szegeden a Jósika utca 14 szám alatt. Jó. Hogyha megtaláltatok Csilla oldalát, ott pedig a telefonszámát is az egyetlen. Igen, meg a weboldalt is meg tudjátok nézni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Sziasztok. Sziasztok.